Nehogy véletlenül. Jeges Istvánné, Marika néni jókedvűen mesél mindennapjairól stábunknak és az önkormányzat képviselőinek, hiszen 90. születésnapja alkalmából ellátogattunk hozzá, ugyanis Dunaújvárosban már hosszú évek óta hagyomány a szépkorú polgárok köszöntése. Marika néni 1927-ben született Pozsonyban, és 13 éves koráig ott is élt. Majd Magyarországra jött dolgozni, és amikor kitört a háború, itt maradt Szarvason. 1954-ben költözött családjával Dunaújvárosba, 4 gyermeke van. Sokáig háztartásbeliként tevékenykedett, hiszen gyermekeket nevelt, majd pénzbeszedőként helyezkedett el, utána pedig a vasműben, a hideghengerműben dolgozott, végül innen is ment nyugdíjba. Mindennapjai ma már szomszédolással, a bevásárlással, unokázással és sorozatnézéssel telnek. Nagyon jók, az összes sorozatot bírom. Az a mániám most. Délelőtt elvégzem a munkám, de 2 órától aztán mehet a sorozat. Igen. Örök jókedvének állítása szerint az unokái az oka, akik nem engedik, hogy unatkozzon. Illetve az is, hogy erőt vesz magán, jön-megy a városban és társaságot keres, akiket a szomszédokban meg is talál. De nem hagyom el magam. Nem vagyok beteg, hál' Istennek. És jól érzem magam. Meg vagyunk, jönnek az unokák is. Azért minden nap egy-kettő bejön. Most el vagyunk. Van unokám, összesen, ahogy számoltam, 26. A unoka, bédunoka, ők unokák. Ezt úgy, hogy nem unatkozunk. Nagyon jó. Marika néni azt mondta, büszke rá, hogy felmenői késmárki grófok voltak, és azt is elmondta, hogy nagyon bízik benne, hogy 5 év múlva is meglátogatjuk, akkor már 95. születésnapja alkalmából.